jótékonysági akció a Fodrász Szalonban közel 500 000 forint gyűlt össze. Valentin nap. A gazdasági nehézségek ellenére jó forgalomra számítanak a kereskedők Békésben. 7-ből 6. Jól kezdődött a bajnoki idény a gyulai Amazonok futszál csapata számára. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Hétfőn üzembe állt az első kút a Sarkad térségében feltárt szénhidrogén lelőhelyen, így Nyékpuszta mezőn a napokban megkezdődik a második kút fúrása is. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint a nyékpusztai földgázmező felkutatása, mezőfejlesztése és kitermelése az MVM csoporttal vegyes vállalati struktúrában jön létre. A tárca ismertette, hogy bár a földgáz szerepét a távfűtésben egyre több helyen veheti át a geotermikus energia, ám az időjárás függő megújulók fokozott hasznosításában kiegyenlítő kapacitásként tartósan szükség lesz a termelésre. Az Energiaügyi Minisztérium a hazai gázkitermelést évi 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre tervezi növelni. November 1-én új önkormányzati rendelet lépett hatályba Békéscsabán a fásszárú növények védelme érdekében. A szabályozás többek között kitér a vágási időszakra és a fák pótlására, illetve telepítésére. Az új rendelet megalkotását a Békéscsabai Közgyűlés környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka kezdeményezte. Opauszki Zoltán kiemelte, az új rendeletre azért volt szükség, hogy a lakosok egyszerűbben megtalálják a fás szárú növényekre vonatkozó jogszabályokat. A rendelet többek között a fakivágásokat és azok pótlását szabályozza. Másik fontos kérdés, az újonnan telepített fák, fapótlásoknak a gondozása, utángondozási kötelezettsége. Korábban ebben tapasztaltunk problémákat, amikor ilyen fatelepítések történtek, akkor nem minden esetben kapták meg a megfelelő és folyamatos gondozást, öntözést a fák, ezért egy alaposabb, szigorúbb szabályozás történt ebben a rendeletben. A város jegyzője megkeresésünkre elmondta, a pótlási kötelezettség fennáll minden kivágott fás szárú növény esetében. Bacsa Vendel hozzátette, a pótlási kötelezettségnek telepítéssel lehet eleget tenni, ha viszont nincs erre alkalmas terület, akkor pénzbeli megváltás lehetőségével is lehet élni. Hangsúlyozta, a rendelet meghatározza a vállalkozások számára a beruházások során kivágott fák megfelelő pótlását. Fakivágásra szeptember 1-e és február 28-a között kerülhet sor. Rendkívüli fakivágásra ezen időtartamon kívül, tehát gyakorlatilag március 1-től augusztus 31-ig is történhet, de csak különleges esetekben, így például, hogyha a fa veszélyt jelent, akár életveszélyt, akár valamilyen javat veszélyeztet, vagy kiszárad, tehát beteg a fa. Az önként vállalt növénytelepítés esetén a közterület tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, a telepítés pedig a feltételek betartásával történhet. Az önkormányzat arról is tájékoztatott, hogy Békéscsabán 2017 és 2021 között kevesebb, mint 3000 fás szárú növényt vágtak ki, viszont több, mint 13000 fát ültettek. Jótékonysági kampánnyal indította az évet az egyik helyi fodrászat, amelynek célja a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása. Ennek apropóján a szalon munkatársai február 11-én nyílt napot tartottak, amelyen a regisztrált jelentkezők egyéni szolgáltatásban részesültek. A szombati eseményhez 30-an csatlakoztak. Szlopócki Dóra is azonnal a karitatív program mellé állt. Édesanyaként nagyon fontosnak tartom ugye azt, hogy ugye a gyerekek, ahol kezdődik az élet, ugye ez egy biztonságos terep legyen ugye a számukra. Liviáékhoz járok egyébként már évek óta a fodrászszalomba, úgyhogy a mai nap így is úgy is, hogyha kapok érte valamit vagy sem, akkor is ellátogattam volna, és ehhez a kezdeményezéshez odaálltam volna mindenféleképpen. A vendégek leginkább a divat tanácsadást várták, amely részeként a szalonvezetője elmondta az érdeklődőknek, hogy milyen frizura illik a személyiségükhöz és arcformájukhoz.
A felmérések szerint az utóbbi időben sokat fejlődött a koraszülött ellátás. Nem csak a gépek, műszerek cserélődtek le, hanem a szemlélet is jelentősen megváltozott. A jótékonysági akcióból befolyt összeget hétfőn este adták át a fodrászatban. Meglepő volt az, hogy mennyire örülnek a lehetőségnek, hogy nyitottunk egy ilyen napot, és így sokan meglepődve tudták meg, hogy Békés megyében van egyáltalán ilyen alapítvány, és remélem, hogy ez a nap nem csak erről az egy napról szólt, hanem sokak fejében most már ez ott van, és az összefogás, az adás, a segítségnyújtás így mások számára is egy követendő példa lesz. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy egyre többen segítik a szervezet munkáját, aminek több oka is van. Az egyik az, hogy tudják az emberek, hogy jó helyre megy a pénz, tudják, hogy látják, hallják a mentőautó, hogy működik. A másik, hogy nektek köszönhető, hogy ezeket az információkat szinte mindenkinek el tudtátok juttatni, nektek is hálásan köszönjük. A bizalom nagyon fontos. A karitatív programból befolyt közel 500 000 forintot a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány működtetésére és eszközök beszerzésére fordítják majd a szervezet munkatársai. A gazdasági nehézségek ellenére továbbra is jelentős forgalmat bonyolítanak le a kereskedők és vendéglátósok Valentin napon Békésben. A szerelmesek körében ezúttal is a virág a legnépszerűbb ajándék, de a különleges édességek szintén nagyon keresettek. Ez egy kis pillangós történet. Szerintem a piros. Piros lesz. Jó. Ebben a békéscsabai virágüzletben az átlagoshoz képest ilyenkor többszörösére növekszik a forgalom. Mint ahogy a bolt ügyvezetője híradónknak elmondta, a szerelmesek legtöbbször a szálas rózsát keresik, de a különböző virágkompozíciók és díszcsomagolású cserepes virágok szintén kedveltek. Általában a értékesebb csokrokat, illetve a drágább kompozíciókat előre szokták kérni, előre megrendelik, hogy biztos, hogy meglegyen. De aki csak egy szálvirágra gondol, avval szeretné meglepni a kedvesét, az nem szokta előre megrendelni, az bejön és megveszi. Ez pedig már a néhány méterrel arrébb található cukrászda Valentin napi kínálata. A szív alakú torták és különleges sütemények mellett többféle kézműves csokoládé közül is lehet választani, melyekhez az alkalomhoz illő díszdoboz is jár. Tonkababos, rózsa, trüffelkrémes, sárga barackos, málna trüffelkrémmel készítettem, de vannak karamellás változatok is. Balog László tulajdonos szerint az elmúlt években a válsághelyzet ellenére sem esett vissza különösebben a Valentin napi forgalmuk, sőt inkább azt tapasztalja, hogy sokszor már nem kizárólag a szerelmesek vesznek egymásnak valamilyen apróságot. Változó, tehát azt tudom mondani, hogy azért mindig egy kicsivel erősebb, tehát nem annyira erőteljes, mint amennyire mondjuk Amerikában ennek hagyománya van, de azért itt Magyarországon is egyre évről évre kezd erőteljesebb lenni, tehát amikor már nem csak arról beszélünk, hogy a fiatal párok, vagy a szerelmesek, nem is csak a fiatal párok, tehát a szerelmesek meglepik egymást valami kis aprósággal, hanem már barátok meglepik egymást. A tulajdonos hozzátette, hogy nem csak ma, hanem egész héten várják a Valentin napi különlegességekkel a párokat. Elkezdődött a házasság hete, amelyhez számos kiállítóhely csatlakozott az országban. Az Almási Kastélyban egész héten a szerelmet ünneplik, és többek közt romantikus kiállítótéri kalandozásra hívják a párokat, akik egy izgalmas, szerelmes keresőjátékban vehetnek részt. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Igen, most már házasság hete van, úgyhogy ilyenkor minden tényleg arról szól, amikor már a fiatal az ifjú pár egymásra talált, és ki akarják mondani például a boldogító igent, egy szép esküvőt terveznek, össze akarják kötni az életüket, és utána a házasságban kiteljesedni, gyerekeket nevelni és közös családot felállítani és építeni természetesen. A gyulai kiállító terek és helyek csatlakoztak ehhez, és különböző féle kis kellemes, romantikus próbatételekkel és sok egyéb mással várják a fiatal párokat. Én Fábián Tamás kommunikációs vezetőhöz fordulok a gyulai Almási Kastély részéről. Mi is ez a romantikus keresőjáték? Kezdjük ezzel, és utána hát még nagyon sok minden van itt a kiállítótereken.
Így igaz, a szerelem hetéhez kapcsolódtunk, a házasság hetéhez kapcsolódtunk mi magunk is. A szerelmesek hetét rendezzük meg itt Gyulán, több kiállító helyen egyébként. Az Almási kastélyban a keresőjátékunk arról szól, hogy a szerelemhez köthető jeleket kell keresniük a hozzánk érkező pároknak. Ezek a lehető legváltozatosabbak, és azok, akik megtalálják ezeket, természetesen jutalomra is számíthatnak a kastély kávézóban. Fontosnak tartottuk azt a programunk összeállításakor, hogy azon túl, hogy élményt adjunk a látogatóinknak, ahogy ez ugye a kastély szlogenjében is szerepel, élménykaland felfedezés. Ezen túl talán segítséget nyújtsunk számukra abban is, hogy a kapcsolatukat építeni tudják. Az ilyen típusú keresőjátékok, mint itt a kastélyban is, az együttműködést igénylik, és reméljük, hogy ez valóban pozitívan hat a hozzánk érkező párok kapcsolatára is. Mi az, amit lehet még csinálni, amit itt a fiatal párok csinálhatnak, nem is az Almási kastélyban, hanem, hogyha jól tudom, egyébként Közép-Európa egyetlen éppen maradt síkvidéki gótikus téglavára, ott is kínálnak sok mindent. Amely a Gyulai Vár. Pontosan így van, oda is szerveztünk egy hasonló játékot, amely azért szabályaiban egy picit különbözik a kastélyétól. Ez mindkét programelemünk a teljes hetet lefedi, de vannak olyan eseményeink is, amelyek inkább a adott eseményre koncentrálnak. Például itt a kastélyban pénteken és szombaton egy esküvő kiállítást is rendezünk. Nem véletlenül az ország talán legszebb lakodalmas helyszíne a Gyulai Almási kastély bálterme. Ez ad majd helyet annak az esküvő kiállításnak, amelyre a környék több mint 40 esküvői szektorban dolgozó szolgáltatója érkezik majd. Nagyon szépen köszönjük. Tehát ahogyan hallottuk, még egy kétnapos álomesküvő az Almási kastélyban. Ez a rendezvény fogja feltenni tényleg a koronát erre az egész hétre. A házasság hetét, a szerelmesek hetét itt Gyulán is ünnepeljük. Köszönjük Szabolcsnak, sporttal folytatjuk. Bár biztatóan játszott az első fél időben, végül vereséget szenvedett a Békés Csaba 1912 előre a második helyen álló MTK otthonában, a labdarúgó MB2 23. fordulójában. A kékmezes fővárosiak a második fél idő 63. percében 11-eshez jutottak Mikló Roland kezezése miatt, azonban Németh Krisztián fölélőtte a büntetőt. Az MTK-nak a 67. percben sikerült gólt szereznie. Egy jól felépített támadás végén Stíber Zoltán lőtt a jobb felső sarokba. A hazaiak a 78. percben megduplázták előnyüket, amikor kontratámadás végén Cújgéber Ákos lőtt a kapuba. A 23-szoros magyar bajnok a 87. percben végleg eldöntötte a meccset, amikor Németh Krisztián talált a hálóba. A Békés Csaba a vereségével maradt a bajnokság 18. helyén 21 ponttal. Jól kezdte a 2022-23-as bajnokságot a Gyulai Amazonok együttese. Molnár Zoltánné tanítványai 7 mérkőzést követően 6 győzelemmel az első helyen állnak a női futszál NB2 keleti csoportjában. A Gyulai Amazonok legutóbb a 2019-2020-as idényben indított csapatot a futszál bajnokságban, akkor NB1-es osztályban szerepelt az együttes. Ezt követően a klub vezetősége úgy döntött, hogy nagypályán próbál szerencsét. A 2022-23-as idényben visszatért az egyesület a futszálhoz, ahol az NB2 keleti csoportjában szerepel. Mindig is erőségünk volt a technikás, de nagyon kemény futszal. Ezt a mai napig képviseljük, azonban azt gondolom, sokat léptünk előre taktikailag. A rombuszból ugye átlépünk általában egy olyan támadás vezetésbe, amiből mindig gyorsan tudunk támadásokat vezetni és gólt szerezni. Sokszor azonban kapu előtt még pontatlanok vagyunk. Ezt be lehet annak tudni, hogy még ugye szokjuk egymást, mert nagyon fiatal a társaság. Jól kezdődött a 2022-23-as bajnoki idény a Gyulai Amazonok futszál csapata számára. Molnár Zoltánné együttese az NB2 keleti csoportjában lejátszott 6 mérkőzéséből minden alkalommal győztesen hagyta el a pályát úgy, hogy a gyulaiak szerezték a legtöbb gólt, és ők kapták a legkevesebb találatot az osztályban. A vezetőedző elmondta,
Szeretnék a szezont aranyéremmel zárni, azonban azt még nem tudják, hogy vállalnák-e az első osztályú szereplést a következő idényben. Dobogót tűztük ki célul, de most már azért a legszebb, legfényesebb éremmel szeretnénk zárni. Nyilván ez több csapat is feltette a kérdést számunkra, hogy akkor jöttök ugye az NB1-be, mert ugye tavaly évben kibővítették a létszámot a futsal NB1-be, 8 csapat volt, és most már 12, és azt mondták, hogy abszolút a középmezőnyben lenne a helyünk. Az Amazonok győzelmi sorozata szombaton ért véget a harmadik helyezett tehetséges együttese ellen, miután a házigazda egy fordulatos összecsapáson 4-3-as vereséget szenvedett. A Békés Csabai Előre NKS-e magabiztosan győzött a Dunaújváros ellen a női kézilabda NB1 tavaszi nyitófordulójában. A hazai csapat végig uralta a mérkőzést, és könnyed 31-27-es győzelmet aratott a DKKA ellen. A mérkőzés 6. percében már 3 gólos volt a Lidában játszó Békés Csabaiak előnye, amikor Bucsi Lili talált a hálóba. A vendégek első gólját Fodornesta szerezte a 7. percben. A 13. percben Hajtai Vanessa találatánál már 4 gól volt a különbség a csapatok között, ekkor 6-2 volt az állás. A Dunaújváros rendre hibázott a támadásoknál, így leszakadt a Békés Csabáról. A nagy különbség állandósult. A félidőben 8 gólos csabai előnnyel, a csapatok 19-11-es állással mentek szünetre. A DKKA jobban kezdte a második félidőt, Szalai Babett révén rögtön gólt szerzett. A két együttes közötti legnagyobb különbség a 34. percben volt, amikor Lanisztanyin góljánál már 21-12 volt az állás. A Dunaújváros folyamatosan próbálta lefaragni a hátrányát, de a csapaiaknak egészen az 50. percig megmaradt a 7 gólos előnye. A Fejér megyeiek az utolsó 10 percben magukra találtak, de már csak 4 gólra tudtak felzárkózni, így a viharsarkiak 31-27-re győztek. Rosszul kezdtük kialakítani a helyzeteket, gyakorlatilag amit szerettünk volna, abból támadásban az első fél időben semmit nem sikerült megvalósítani. Itt előjött az a problémánk, amivel küzdködünk, hogy ez előbb-utóbb rányomja a bélyegét a védekezésre. Tehát ez is megtörtént, viszont annak örülök, hogy a pont az volt az előrelépés az elmúlt mérkőzéshez képest, hogy akkor szétcsúszott a csapat támadásba és védekezésbe, most meg pont az ellenkezője történt. A Békés Csaba győzelmével már 8 pontos a bajnokságban, de maradt a 12. pozícióban. Azokat a feladatainkat, amit kellett, megoldottuk, tudtunk rendezetlen védelem ellen könnyű gólokat lőni, támadójátékban is okos megoldásaink voltak, és meg tudtuk fogni a Dunaújvárost a mérkőzés elején. Ebből adódóan ugye egy nagyobb előnyre tettünk szert, és ez kitartott a mérkőzés végéig. Én azt gondolom, hogy a másik fél időben is nagy részében uraltuk a mérkőzést, addig, amíg kellett, addig azért a 7-8-9 gól is akár megvolt a találkozóban. Itt a végjátékban ugye közelebb kerültek, de a legszorosabb eredmény talán itt a legfújás pillanatában történt. A Békés Csaba legközelebb csütörtökön Vácot lép pályára a bajnokságban, az NB1 15. fordulójában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!